Dáne Baszta, tartományi sport és ifjúsági titkár ellátogatott az óbecsei röplabda táborba, amelyet a Vajdasági Röplabda Szövetség, a titkárság és az óbecsei önkormányzat támogatásával szervez július 2-a és 9-e között a Györgyepredin Bádzsa sportközpontban. Ebből az alkalomból Baszta a helyi önkormányzat képviselőivel beszélgetett a sport infrastruktúra további beruházásairól. Arról tárgyaltunk, hogy ebből a csarnokból hiányzik a klímaberendezés, úgyhogy az elkövetkező időszakban azon fogunk dolgozni, hogy ezt beszerezzük. Az elmúlt 4 évben sokat fektettünk Óbecse községbe. Több mint 28 millió dinárt biztosított a tartományi sport és ifjúsági titkárság. És folytatjuk a továbbiakban is Óbecse községben a projektek támogatását és segítését. Először is emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt néhány évben valóban óriási eszközöket fektettünk be a sportba, a magasabb kormányzati szintek támogatásának köszönhetően. Például a sportközpont tetőszerkezetének felújításába, a digitális kijelzőkre, a megvilágításra, az olimpiai úszómedence revitalizálására. Úgyhogy valójában minden beruházás hozzájárul a gyermekeink és fiataljaink sport életének fejlesztéséhez, valamint ahhoz is, hogy egyre több csapat érkezik felkészülésre Óbecsére, mert az, amit Óbecse kínál és nyújt, a sportközpont az erdőtelepítők parkjával és a Tiszával, mindez a belváros közelében, valami olyasmi, ami nagyon érdekes, különleges és vonzó Szerbia legtöbb sportklubja számára. A táborban 50 ígéretes pionírlány és pionírfiú vesz részt Vajdaság területéről. 4 tapasztalt edző dolgozik velük a röplabda játék technikájának, taktikájának és módszertanának fejlesztésén. Úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes tábor volt ez. Nagyon jó feltételeink voltak, remek házigazdákkal és vendéglátással. Ebben a csarnokban is barátian fogadtak bennünket. Kitűnő körülmények között dolgozunk. Itt ez az óriási csarnok, 2 medence áll a rendelkezésünkre, úgyhogy a gyerekek maximálisan kihasználták az itt tartózkodásukat. Arra is, hogy kikapcsolódjanak és szórakozzanak, de elsősorban arra, hogy fejlesszék röplabda tudásukat. Úgy vélem, hogy így a tábor vége előtt leszögezhetjük, hogy a lányok mindannyian fejlődtek. A gyermekeink a legnagyobb kincseink. Én nagyon örülök annak, hogy elindult ez a tábor, és hogy szépen halad a megvalósítása. Minőséges, magas tudásszintű fiatal röplabda játékosok kerülnek ki innen, akikre majd számíthatunk a jövőben. Mivel ezek a gyerekek a 2007-es és 2008-as korosztály, számukra a legfontosabb a szocializáció és a biztonságérzet. Azaz, hogy ne féljenek kiállni a pályára és megmutatni az eddigi tudásukat, amit a saját klubjaikból hoztak magukkal. Egy ilyen típusú tábort 1,5 évtizedes szünet után tartanak ismét. A tartományi sport és ifjúsági titkárságnak köszönhetően sikerült ott folytatnunk, ahol 15 évvel ezelőtt abba hagytuk. Ugyanebben a csarnokban voltunk, ugyanitt voltunk elszállásolva, és itt is folytatjuk. Óbecse község is mindenben támogat bennünket, és remélem, hogy jövőre sikerül ezt a tábort még magasabb szintre emelni. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a tábort március végén a fiatal röplabdázók tesztelése előzte meg, amikor összesen 140 résztvevő közül választották ki a legjobb 50-et.